Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Nagyon sok tósóberindi lakos panaszkodik a városrészben terjengő bűz miatt. Stábunk utána járt, milyen munkálatokat végez az Agymenis utca végében levő tározónál tevékenykedő cég. Több tósokberindi lakos is hangot adott felháborodásának a közelmúltban, amiért a Damjanich utca végében lévő tározónál egy cég több szennyvíztelepről származó fekália salakot helyez el. Megtudták, hogy az anyagból biomassa készül, amire a rekultivációhoz van szükség. Az egyik országos televízió híradója is foglalkozott az üggyel, az összeállításból kiderült, hogy a szakhatást az uralkodó szélirány miatt sokszor érzik a környék lakói. A szóbeszédben az is felmerült, hogy nem is zajlik rekultiváció a területen, és hogy az elkészült biomasszát értékesítik, elszállítják a helyszínről. Stábunk megkereste a terület tulajdonosát, a Bakonyi Erőmű ZRT-t, hogy megtudjuk, mi zajlik pontosan a tározónál. Az ő közreműködésükkel sikerült egyeztetni egy interjút a kazettáknál tevékenykedő biomassz környezetvédelmi szolgáltató Kft. Vezetőjével. Felvételeink hétfő délután készültek a helyszínen. Az erőmű területén vagyunk, ami tulajdonképpen a Biomass Kft. Bérel. Mi történik itt ezen a területen? Ezen a területen a erőmű IPPC engedélye szerinti munkálatokat végezzük, és ennek jelen pillanatban azt a fázisát, hogy rekultivációs keveréket állítunk elő a majdani rekultivációhoz. Honnan érkezik az anyag? Elsősorban Dunán túlnak az itteni térségéből, tehát Veszprém, a Bakony karszt területéről Veszprém, Ajka, Pápa és a DRV-nek itt a Észak-Balatoni szennyvíztisztító telepeiről, valamint Muraszombatról. Naponta hány autó érkezik ide? Hát reggelente olyan 4-5 kamion, és hát az ajkai telepről folyamatos a kiszállítás, tehát onnan egy konténeres autóhoz folyamatosan jár. Mit tartalmaz ez az anyag? Ez az anyag a szennyvíztisztítóknál, ugye ezek elemeniszapos szennyvíztisztító rendszerek, és ez az elemeniszap, ami tisztítja a vizet, ez egy biológiai anyag, ami folyamatosan gyarapodik, és ezt időnként lefölözik, tehát szennek le belőle, hogy ne nőjön túl a berendezéseken, és ennek a biológiai masszának az elhalt anyaga, tehát ez a szennyvíztisztítószap, ezt hozzák ide víztelenítve. A nagyobb szennyvíztelepeken ez még átmegy egy biogázfokozaton, ott az a biogázfokozat sterilizálja is, tehát azért nem látni igazából legyeket vagy bogarakat. A kisebb szennyvíztisztítók, mint az ajkai, ott csak víztelenítik. A Veszprémit az pedig egy szolár komposzt rendszeren engedik keresztül, ami még szárítja is, tehát ilyen granulátum formába kerül ide az anyag. Milyen engedélyek alapján dolgoznak? Hát ugye az alapengedély az a erőműnek az IPPC engedélye, ugye ebben van leírva, hogy hosszú távon mit kell tenni itt a meddőhányon, és ehhez az IPPC engedélybe beillesztve a mi tevékenységünkre külön hulladékhasznosítási engedélyezési eljárás kellett végigfolytatni, ami körülbelül egy másfél éves folyamat volt 2013 tavaszától 14 nyaráig, ami kezdődött egy hatástanulmánnyal, egy előzetes hatástanulmánnyal, és utána pedig maga a hulladékhasznosítási engedélyezési eljárás. Ugye az engedélyező hatóság az a környezetvédelmi felügyelőség Fehérváron, és a környezetvédelmi felügyelőség vonja be a szakhatóságokat, tehát ANTS-t, a jegyzőt, ugye a város nem önkormányzatot, hanem a jegyzőt, ugye a hatóság, tehát ebbe az engedélyezési eljárásba az ajkavárosi jegyző, mint engedélyes részt vett. Ennek a rekultivációnak egyelőre még nincsen látványos eredménye. Mikor tapasztalhatja meg a lakosság ezt? Hát ugye most a rekultivációs keverék előállítása folyik. Mi úgy abba bízunk, hogy jövőre már egy hektár területet tudunk rekultiválni. Ez azért is fontos, mert az a rekultivációs terv, amit elkészítettek, akkor tudjuk igazából kipróbálni, hogy jó lesz-e hosszú távon. De az egész a 180 hektár, mi jövőre valószínűleg annyi anyagunk lesz, hogy egy hektár tudunk rekultiválni, de bízunk benne, hogy azért az évek során több anyagot tudunk előállítani, és ahogy a tavak víztelenednek, ugye mert az erőmű által száraz technológiára, ezért a tavak megszűnnek, és nagyon nagy felületek válnak szabaddá, hogy bírjuk követni a tempót, tehát be tudjuk fedni rekultivációs keverék, és az utána egy növénytelepítési terv szerint kell erdősíteni. Melyik területtel kezdik jövőre a rekultivációt? Ugye a lakott területhez legközelebb eső területtel, tehát a dél-keleti sarok, ez a feljárótól balra, ott egy hektáros területen szeretnénk egy ilyen
első flekket, egy mintát készíteni. Mik a tervek, hogy fog ez kinézni? Hát ugye a réteg az úgy néz ki, hogy először is ugye fel kell szedni ezeken a területeken a hígiszapot, hogy elérjük azt a cementálódott réteget, amit teherbíró. Ezt a cementálódott réteget ki kell egyeníteni, erre egy szivárgó réteget kell kavicsból készíteni, és a szivárgó réteg tetejére pedig egy termőréteget, ami másfél méter vastag. Tehát ez a másfél méter termőréteg, ez már hosszú távon biztosítja azt, hogy a fák is meg tudjanak ebbe élni. Jelenleg több kupac is látható itt ezen a területen, ezeket meg is keverik. Mi történik tulajdonképpen? Tehát, hogy ezekbe a prizmákba a biomassza anyagnak az érlelése folyik, és ezeket addig dúsítjuk biomassza anyaggal, amíg el nem éri a szerves anyag tartalom azt a szintet, ami a növény befogadására alkalmas. Kihelyezés előtt ezeket a prizmákat a Velencei Talajvédelmi Szolgálat vizsgálja be, és ő adja meg a kihelyezési engedélyt a rekultivációs területre. A kihelyezési engedély melyik területekre fog szólni? Hát ezt mindig nekünk kell bejelölni. Ugye itt a prizmák azonosítva vannak prizmaszámmal, tehát azonosítás alapján nyomon követhető, hogy melyik prizmába honnan származó anyag került bekeverésre, és a kihelyezéskor pedig nekünk meg kell adni a GPS koordinátákat, hogy egy-egy prizmát hova helyezünk ki. Olyan információink is vannak, hogy innen, ide nem csak szállítanak anyagokat, hanem el is viszik. Nem, tehát innen, a mi területünkről biztos, hogy nem, tehát még kevés is, tehát az elmúlt egy évben kb. 20 000 köbméter anyagot gyártottunk le, tehát ugye, ha azt nézzük, hogy 2 millió köbméter kell ide egy durván 20 év alatt, akkor évi 100 000 köbméter kellene legyártanunk, tehát nagyon messze vagyunk még attól, hogy az itteni igényeket tudjuk követni, tehát kiszállítás nincsen. Merre haladnak a teherautók? A teherautók haladási útvonal az elkerüli a várost, ezt a Ajka város kérésére lett olyan útvonal kijelölve, hogy tehát nem a 8-as útról a városon keresztül, hanem teljesen megkerülve Pusztamiskének jönnek vissza a kamionok. És hát most, hogy volt ez a lakossági tiltakozás, most vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy a vörösi szakkatasztrófának kiépítettek egy utat, a 8-as útról egy murvás utat, hogy annak a tulajdon viszonyait most felderítjük, és elképzelhető, hogy a jövőben arra szállítunk be, hogy még itt a régi vasút nyomvonalának is kell tulajdonosokat se zavarja ez a szállítás. Volt-e már arra példa, hogy a Damjanich utcán keresztül jártak az autók? Elvileg zárt a sorompó, arra tilos menni, de hát semmi nincs kizárva. Az utóbbi hónapokban mi lakattal zárjuk a sorompót, tehát arra nem szabad menni. Tehát az utóbbi időben kollégáink már személykocsival sem mennek arra, mert hát ugye nyugos felnyitni a sorompót, lecsukni, úgyhogy inkább ők is a vasúti nyomvonalat követik, tehát azon járnak. Milyen megoldáson gondolkoznak a szakhatás elkerülése érdekében? Hát azért, hogy még véletlen se legyen ilyen probléma, a jövőre nézve még olyan biztonsági intézkedést hozunk, hogy felállítunk egy széljelzőt. Ezen kívül mindig a kollégák nézik a következő napi időjárás jelentést, és ugye itt a szakhatás akkor lép fel így magán a területen belül, hogyha a prizmákat forgatjuk. Most prizma forgatás azt lehet tervezni, tehát hogyha olyan a szélirányú és a lakott terület felé megy, akkor nem forgatunk, csak olyankor forgatunk, amikor arra nem fúj a szél. De nem tapasztalták kollégák, én sem, hogy a Damjanich utca felé ebből valami érezhető lett volna. Milyen távol van ez a terület egyébként a lakott területtől? Ez engedélyben meghatározott? Igen, tehát az előzetes hatástanulmányban ezt vizsgált a hatástanulmány készítője, tehát jogszabály szerint 500 méterre kell lenni, tehát az a fogadótér, ami itt van mellettünk, ez 500 méteren kívül van. Maga a telephely kerítése az nincs 500 méterre, de a fogadótér, tehát a műveleti tér az már 500 méteren kívül van. Meg hát van köztünk elég szép erdősáv, úgyhogy szerintem nagyon kicsi a valószínűsége, de ugye az a probléma, hogy a reklamáció nem hozzánk jött. Ha hozzánk jött volna, azonban meg tudtunk volna nézni, hogy tőlünk jön-e, vagy a szennyvízteleplő, vagy a szarvasmarhateleplő, vagy esetleg az utca végén lévő átemelő aknából, hiszen van ott egy szennyvíz átemelő akna. Tehát igazából így utólag ezt nehéz beazonosítani, hogy akkor, amikor ezt észlelték honnan. Ha valakinek lenne még valamilyen problémája, hol érheti el önöket? Hát a telepvezetőnk az állandó itt van a szivattyúháznál, tehát ott a mérlegházban van az irodája, tehát ő munkaidőben elérhető. Egyébként telefonon pedig ott van őrzővédi szolgálat, tehát telefonon bármikor lehet érdeklődni. De ugyanúgy az erőműnél is, tehát ugye ez az erőműnek a területe, tehát bármi probléma az erőmű felé is lehet jelezni. Ha ilyen gond van, azonnal tudunk intézkedni, hogyha tőlünk származik nyilván
a szag.